Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen újdonságokat kaptam tesztelésre, illetve sajtóeseményeken az elmúlt hetekben. Mivel van közöttük olyan, amit már ki is próbáltam, így az első benyomásaimat is megosztom veletek, de nem is húzom tovább a szót, mert rengeteg minden van körülöttem, és Lili mostanában egyre kevesebbet alszik, úgyhogy nem szeretném, hogyha a videó felénél felébredne. Ja, és lesz egy nyereményjáték is a videóban, 2 darab csomaggal, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velem. Szerintem kezdem a Niveával, mert hogy nemrégiben volt a Nivea-nak egy sajtóeseménye, ahol az új tusfürdőhabot mutatták be nekünk. Így néz ki a 2 új tusfürdőhab. Az egyik ez a sötétkék, ez a klasszikus Nivea illat, a másik pedig egy ilyen mandulásabb illat. Ezt úgy képzeljétek el tulajdonképpen, mint egy borotva habot, csak annál ugye sokkal gazdagabb, bársonyosabb a textúrája, és azt mondták, hogy egy ilyen tusfürdőhab ugyanannyi ideig tart, mint egy normál tusfürdő, tehát ugyanannyi alkalommal tudjátok használni zuhanyozáskor. Én egyébként nagyon szeretem a tusfürdőhabokat, korábban próbáltam már a Knight-nek egy ilyen narancsos tusfürdőhabját, és azt egyszerűen imádtam, illetve most az Avonnak is használok egy ilyen termékét, ezeket a Nivea tusfürdőhabokat nagyon várom, hogy kipróbálhassam. Ha már Niveáról volt szó, jött még tőlük egy ilyen nyári napozó csomag is ebben a kis kék táskában. Különböző napozó termékek vannak benne, úgy mint ez a Nivea Sun Protect and Refresh 50-es hűsítő naptej, van egy Protect and Refresh 30-as átlátszó hűsítő napozó permet, illetve van egy 20-as fényvédőjű Protect and Refresh átlátszó hűsítő napozó spray, tehát ez hasonló, mint az előző, csak ebben ugye picit alacsonyabb a fényvédelem, illetve ez inkább egy spray. Aztán van itt még egy 6-os fényvédőjű napolaj spray, ez nekem annyira nem lesz jó, mert nekem eléggé fehér a bőröm, tehát nekem ennél magasabb fényvédelem kell, illetve egy zuhanyzás közbeni testápoló, ilyen after sun, tehát napozás utáni verzióban. Ezek közül a termékek közül, ami nekem leginkább szimpatikus, az ez a 2 átlátszó hűsítő napozó spray, illetve permet. Ugye elvileg ezek nagyon hamar felszívódnak, és nem hagynak maguk után zsíros érzetet, tehát így akár így napközben, hogyha az ember megy valahol városban, de szeretné védeni a bőrét, akkor is tudja ezeket használni, úgyhogy ezeket biztos, hogy ki fogom próbálni. És ha már a fényvédelemről esett szó, a Biobazától is érkezett egy csomag, amiben 2 darab napozó termék volt. Az egyik az a Sun & Sea Forever száraz napozó olaj, ami a korábbi Super Garnitur Gel folyékony változata. UV védőréteggel nem rendelkezik, tehát nyilván használ az ember egy fényvédőt, és akkor arra ezt ugye föl lehet vinni. A másik pedig a Biobaza Sun barnulásfokozó testápoló lotion, tehát ez sem egy fényvédő. Igazából ezek közül egyik sem fényvédős, úgyhogy ezekre fokozottan figyelni kell. Én ezeket nem hiszem, hogy használni fogom, mert én nem vagyok ilyen nagy napozós. Évekkel ezelőtt tényleg órákig sütettem magam a napon, és próbáltam pecsenyebarnára sülni, ami általában soha nem jött össze, akármennyit is feküdtem a napon. Szóval ezeket inkább szerintem olyanoknak érdemes használni, akiknek már van egy alapszínük, egy alapbarnaságuk. Az Elszerintől is érkezett egy csomagom, amiben 2 termék volt, mégpedig az Aquaporin Aktív testápoló, illetve tusfürdő, ez a testápoló, ez pedig a tusfürdő, igazából ugyanúgy néz ki mindkét flakon, szóval oda kell figyelni, hogy össze ne keveri az ember. Ez egy frissítő testápoló, úgy fejlesztették ki, hogy optimális, hosszantartó hidratáltságot nyújtson a bőr számára, a frissítő tusfürdő pedig aktívan hidratáló glükoglicerol hatóanyaggal van ellátva. A következő kicsit talán random lesz, ez a Hansaplast Food Expert lábgombásodás elleni lábspray 2 az egyben. Szeretném előre leszögezni, hogy nincsen lábgombám, de ezen az áll, hogy nem csak lábgomba ellen lehet használni, hanem 48 órás hatékony védelmet nyújt a lábszag ellen, illetve extra friss érzetet is biztosít, tehát akár egy ilyen lábfrissítőként is lehet használni, ami mondjuk ilyen nyári hónapokban nem jöhet rosszul. A következő újdonságok azok a Body Shop-tól érkeztek, és ezek most főként bőrápoló újdonságok, amiket egyébként használok már egy ideje. Az egyik az a Body Shop Aloe nyugtató tonik. Tudhatjátok rólam, hogy én most már nagyon régóta a Garnier Essential Sensitive nyugtató tonikot használom, ami nekem nagyon-nagyon bevált, nagyon szeretem, viszont úgy voltam vele, hogy megnézem, hogy esetleg más márkának van-e hasonló terméke, hát ha lenne valami olyasmi, amit szintén nagyon szeretnék, és ebben nincsen illatanyag, színezék, tartósítószer, illetve alkohol, és ezt már ki is próbáltam néhány alkalommal, és egyelőre nagyon tetszik, nagyon bevált, tényleg nem irritálja a bőrömet, nincs utána húzódó érzés,
nincs utána semmilyen kellemetlen érzés, úgyhogy ezt még tesztelgetem, és hamarosan valószínűleg be fogom mutatni nektek egy arcápolásos videóban. Ahogyan ezt a két E-vitaminos terméket is, az egyik az a The Body Shop E-vitaminos Aqua Boost Essence Lotion, tulajdonképpen egy ilyen teljes állagú, folyékony lotion, és ezt a hidratáló krém előtt kell használni. Én ezt este szoktam használni, körülbelül 4 cseppet csepegtetek belőle a tenyeremre, és akkor így szépen beletapogatom a bőrömbe, és ez segít, hogy extrán hidratált és rugalmas legyen a bőr. Ez is nagyon bevált eddig, de még tesztelgetem. Van még itt egy E-vitaminos, 30-as fényvédőt tartalmazó nappali emulzió. Ez egy ilyen nagyon folyós állagú arckrém, éppen ezért nagyon könnyű, nagyon gyorsan beszívódik. Különösen jónak tartom, hogy 30-as fényvédő van benne, hiszen a nyári hónapokban ez nagyon fontos. Szóval ezekről a The Body Shop termékekről valószínűleg lesz majd egy ilyen arcápolási rutinos videó is hamarosan. És van itt még néhány The Body Shop termék, ugyanis voltam nemrég a Piñita Colada termékcsalád sajtóeseményén, és ott is kaptunk néhány terméket, hát természetesen a Piñita Colada termékcsaládból egy tusfürdőt, illetve egy picike testvajat. Tényleg olyan illata van, mint a Piña Colada nevű koktélnak, tehát egy kókuszos, ananászos, gyümölcsös, édes nyári illat. Inkább talán ananászos, mint kókuszos, de a kókuszt is lehet érezni benne, és szerintem egyszerűen nyára, Isten, tökéletes. Annyira finom illatuk van, hogy összefut a nyál a számban. Ez tényleg nem egy műillat, én ezeket nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy biztos, hogy használni fogom őket. Illetve volt még a csomagomban egy Honey Bronze Drops of Sun. Ez egy ilyen kis csepegtetős, folyékony, hát bronzosító tulajdonképpen. Ezt vagy alapozóba kell cseppenteni, vagy hidratálókrémbe, tényleg csak egy csepp kell belőle, és hogyha ugye felviszitek a bőrötökre az alapozóba vagy arckrémbe belekeverve, akkor egy ilyen egészséges, napbarnított hatást érhettek el. Egyáltalán nem olyan sötét, mint amilyennek így az üvegben látszódik, meg ahogy kicseppenti az ember. Tényleg nagyon jól össze lehet vegyíteni ugye alapozóval, vagy akár bármilyen hidratálókrémmel, és akkor egy kicsit rá lehet segíteni erre a nyári barnaságra, úgyhogy ezt még tesztelgetem. A Dovex-től is kaptam két terméket tesztelésre. Egyrészt ezt a Méthode Jean Cuber Express Slim karcsúsító, feszesítő krémet, ami elvileg a narancsbőr ellen is hatékony. Ezt 15 napon keresztül kell használni, reggel és este, és állítólag feszesebb lesz a bőr, és a narancsbőr is mérséklődik. Na, én erre nagyon kíváncsi vagyok, még nem estem neki, de biztos, hogy ki fogom próbálni, mert kell nekem egy olyan krém, ami segít feszesedni, és akár a narancsbőr elleni harcban is hatékony lehet. A másik, amit kaptam, az pedig a Clarence Instant Light Natural Lip Perfector. Ez egy új árnyalat, a 07-es. Ennyit tudok róla. Ez van egyébként most az ajkaimon, és én nagyon szeretem amúgy a Clarence-nek ezeket az ajakápolóit. Ugye ezeknek ilyen szivacsos applikátora van, színt is adnak, de nagyon jól ápolnak is, és ez tényleg így van. Nagyon-nagyon szeretem őket. Tavasszal, nyáron kijöttek néhány új árnyalattal. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor nézzétek meg őket, például a Douglas-ben lehet kapni. Érkezett egy új termék az Avon-tól is, mégpedig egy parfüm, ez a Little Lace Dress, aminek így néz ki a doboza, és így az üvege. Egy tagadhatatlanul nőies illat, amit a kézzel készített csipke fortéja ihletett. Illatanyagában szerepet kap a lélus fekete rivizli, a szicíliai mandarin, valamint olyan intenzív, rejtélyes virágakkordok, mint a fekete iris, az egzotikus éjjel virágzó jázmin. A virágos, orientális illatkategória misztikuma végül a pacsuli illatában bontakozik ki teljesen. Ez nem feltétlenül az én illatom. Ez nekem egy kicsit testesebb illat, én jobban szeretem az ilyen könnyedebb, virágos, gyümölcsös illatokat, és ez nem feltétlenül olyan. Egyébként az üvege nagyon szép, nagyon elegáns, és nagyon tetszik ez a csipke hatású minta. Kaptam néhány újdonságot a L'Oréal-tól is. Egyrészt a Casting Sunkissed Tropical fokozatos hajkivilágosító sprét, ami ugye segít abban, hogy ilyen napszíta hatású legyen a hajunk, illetve egy kicsit ez az ilyen kócos, tengervíz, most a nap és szél szárított a hatású legyen a hajunkra.
remélem, hogy volt értelme ennek most, amit elmondtam. Tavaly ugye volt a szán kis zseli, amit én nagyon-nagyon szerettem, és pont néhány héttel ezelőtt vettem megint, hogy majd nekiesek a hajamnak így nyáron. Erre most jött ez a Casting Sun Kiss Tropical. Ezt már kipróbáltam, teszek majd be egy ilyen előtte-utána képet, hogy lássátok a végeredményt. Nagyon-nagyon visszafogott az eredmény, tehát egyáltalán nem drasztikus, tényleg azt gondoljátok, hogy ráfújjátok a hajatokra és patina szőkék lesztek tőle. Egyébként ezt természetes vagy maximum melírozott hajon lehet használni, tehát festett hajon nem. Nem rossz, nem rossz, de én azt mondom, hogy nekem a Sun Kiss Jelly az jobban bejött, viszont annyit elárulhatok, hogy a nyereményjátékét ajándékcsomagában lesz egy-egy Casting Sun Kiss Tropical hajkivilágosító spray is, úgyhogy aki szeretné kipróbálni, annak mindenféleképpen érdemes lesz játszani. Érkezett még hozzám két zsminttermék is a L'Oréal-tól. Egyrészt az Infallible Sculpt kontúrozó paletta, amiben egy krémes highlight, illetve egy krémes kontúrozó szín található. Nekem a kontúrozó szín az nagyon-nagyon tetszik, mert hogy egyáltalán nem narancságás, tehát remekül lehet vele árnyékolni, szépen el lehet dolgozni, természetes a hatás, úgyhogy nekem nagyon bejön eddig ez a kis paletta. A pirosító trió pedig három színből áll, egy barackos, egy ilyen picit narancsos, illetve egy sötétebb rózsaszín. Gyönyörűek a színek, és nagyon szép fényük van, viszont elképesztően porol ez a paletta, tehát belemártam az ecsetet, és ami utána ott van körülötte, az egyszerűen tragédia. Szóval a textúrája ilyen szempontból nem a legjobb, viszont a színek gyönyörűek, úgyhogy ezek azért kárpótolnak érte. Jött még a Revlontól is néhány újdonság. Egyrészt két szempilla spirál, a Revlon Volume Length Magnified spirál, illetve a Revlon Ultimate All-in-One spirál. Én ebből a fajta egy szempilla spirálból próbáltam már a lila kupakosat, de nem tudom, hogy annak most mi a neve, majd beírom ide valahova. És azt nagyon szeretem, mert szerintem nagyon jó kis spirál. A kék kupakos az elvileg ugye dúsít és hosszabbít, a piros az pedig egy ilyen all-in-one, tehát hogy ez az mindent tud. Szóval ezekre nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy tényleg mit tudnak. És érkezett még három körömlak is ebből a fekete kupakos verzióból. Én még ezeket egyébként nem próbáltam, mert a gél hatású Revlon körömlapokat próbáltam, és ez egyébként szerintem nagyon jó. Érkezett egy ilyen korallos árnyalat, ez krém finisű, egy ilyen lila csillámos vagy szaténos lap, illetve egy ilyen rózsaszín. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezek valójában mennyire tartósak, mennyire fednek jól, hány rétegben kell őket felvinni. Kaptam két sminterméket az Artistry márkától is. Egyrészt egy kompakt púdert, ami ilyen bársonytokban van. Azért csalóka ez a kompakt púder dolog, mert hogy az van rá, vagy kompakt púder, de ez nem az, ugyanis ez egy gyönyörű szép highlighter, ami 5 különböző színből áll, nem csillámos, hanem fényes, de nagyon-nagyon szép. Az a furcsa, hogy itt egyébként van egy ilyen kis felhajtható rész, ahol gondolom ecsetnek kéne talán lennie, de nincs ott semmi, na mindegy, imádom a highlightereket, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit tud. És jött még egy szájfény is, amilyennel én itthon nálunk még nem találkoztam, bár külföldi YouTube-os videókban már igen. A színe az, hát nem feltétlenül az én világom, ez egy ilyen csillámos rózsaszín, ami valójában annyira nem izgi, viszont van a szájfény oldalán egy kis tükör, ami ugye azért nagyon jó, mert hogyha applikáljuk, akkor ott tudjuk nézni. De nem csak ez a durva, hanem a kupakban lámpa van, nem tudom, hogy látjátok-e, de világít. Tehát ez egy világítós szájfény, így akár este is, hogyha úgy adódik, akkor ezzel fel tudjuk vinni. Sajnálom kicsit, hogy az árnyalat az annyira nem az én világom, de baromira tetszik ez a kis lámpás tükrös megoldás. A kupától is érkezett megint egy gigantikus csomag. Ők egyszerűen mindig, tehát hogy így már én érzem magam zavarban, amikor megkapom a csomagjaimat. Ez egy igazi nyári csomag. Egyrészt volt benne egy ilyen, tudjátok, ez a flash tattoo, fényes, arany, ezüst, mindenféle tetoválások. Volt benne egy kupa, Super After Sun Milk, ez egy napozás utáni testápoló, tehát frissít, nyugtatja a bőrt, hidratál, illetve helyreállít, és elvileg ugye segít a barnaságot meghosszabbítani, és egy jó nagy kiszerelés, mert hogy 400 ml-es. Volt még a csomagban egy kupa Super Cream, hogyha jól tippelek, ez egy önbarnító, de van benne 15-ös fényvédő is, ez mindenképpen érdekes, és azt írják, hogy használható testen, arcon, ajkakon, hajon és fejbőrön.
Ezt most így nem teljesen értem egyébként. Azt írják, hogy azonnali hosszantartó barnaságot ad. Tehát védi is a bőrt, hidratál és hosszantartó barnaságot ad. Hát ez egy ilyen érdekes multifunkciós termék, akkor szerintem ezt ki fogom próbálni, mert a lábaim iszonyatosan fehérek még mindig, és nem igazán szeretem őket most már mutogatni, ezért mégiscsak júniusban. A következő termék, na ez is egy nagyon érdekes, ilyenről sem hallottam még, ez egy Tattoo Protection láthatatlan spray, 50-es fényvédő van benne, tehát nagyon magas védelmet biztosít, és azt írják, hogy ideális tetoválásokra, ugye, hogy ne fapuljon ki a szín, és hogy szép élék maradjon a tetoválás, de ezen kívül lehet használni anyajegyekre, sebhelyre, illetve ilyen sötét foltokra. Hát én ilyennel még szerintem sehol nem találkoztam, hogy kifejezetten ilyenre csinálnának egy terméket, de nagyon-nagyon tetszik, és ebből egyébként van egy kisebb kiszerelés is, ami egy ilyen szikkes formátum, ez nekem azért szimpatikusabb, mert például itt a szám fölött van egy ilyen pigment folt, amire külön figyelmet fordítok, hogy oda mindig kerüljön fényvédő, hogyha kimegyek, úgyhogy szerintem ezt biztos, hogy ki fogom próbálni. Ezt a sprayt még így nem tudom, hogy nagy felületeken mennyire fogom tudni használni, mert hogy nincs ilyen félkaros tetoválásom, vagy ilyesmi, egyedül egy picike van a lábfejemen. Mindenesetre nagyon tetszik az ötlet. A következő termék az egy Pupa Face and Body Highlighter. Ezt már megnéztem, hogy egy ilyen krémes, csillámos highlighter, szóval én az ilyesmit annyira nem nagyon szeretem, de aki mondjuk nyáron szeretné a barnaságát kiemelni, vagy megy valahova, akkor egy ilyen csillámló krémet tulajdonképpen magára kenhet, és akkor ezzel tudja hangsúlyozni a barnaságát. Aztán van még itt egy Pupa Vamp Intense Kajal, vagy Kajal ceruza, ami egy nude ilyen kajal ceruza, tökéletes például a vízvonalra, hogy egy kicsit nyitottabbá tettük a tekintetet. Volt még a dobozban két Pupa Balmy Oil, ilyen ajakápoló olaj, ugye nagyon sok márkának van már ilyen, és a Pupa is előrükkolt most ilyenekkel. Ez egy ilyen, hát így most kicsit ilyen narancssárgásnak néz ki, de az ajkakon nem igazán van szín, a másik pedig piros, de az sem ad túl sok színt. Ezek ugye inkább arra szolgálnak, hogy hidratálják az ajkakat, illetve egy kis fényt adjanak. Volt még a dobozban három darab Pupa Made to Last ilyen szemhéjstift, aminek én nagyon örülök, mert nekem van már tavalyról egy ilyen Pupa szemhéjstiftem, és baromi tartós, nagyon pigmentált, nagyon szeretem, úgyhogy ezeket ki fogom próbálni, és nagyon örülök, hogy ilyen sötétebb szín is van közte, illetve világosabb is, ezeket biztos, hogy imádni fogom. És jött még egy csomó-csomó körömlak is, vannak benne ilyen barnás, bronzos árnyalatok, ilyen nyáriasabb, rózsaszín, korallos színek, illetve visszafogottabb nude színek is. Ezek lettek volna az újdonságok, amiket mostanában kaptam tesztelésre, és ahogyan mondtam, szeretnék egy nyereményjátékot hirdetni nektek, mivel én ezek közül nem fogok tudni mindent kipróbálni. Hogy pontosan mi lesz a kettő darab ajándékcsomagban, amit meg lehet nyerni, azt majd a videó alatt találjátok, de annyit elárulhatok, hogy lesz mindegyikben egy-egy L'Oréal Casting Sun Kiss Tropical hajvilágosító spray, illetve lesznek mindegyikben körömlapok, illetve napozó termékek is, szóval két igazán nyári ajándékcsomagot állítottam nektek össze. Hogyha szeretnétek játszani, akkor kérlek, hogy nyissátok le a videó alatti leírást, és ott megtaláljátok a pontos nevezési feltételeket. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve kommentelni, valamint iratkozzatok fel a csatornára, hiszen annak mindig nagyon-nagyon örülök, hogyha jönnek új feliratkozók. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!